A Sárkányok háza első évadának utolsó előtti epizódjában egy bizarr ceremóniának lehetünk szemtanúi, ami meglehetősen felborzolta a kedélyeket. Alicent és Larissa furcsa szexuális rituáliára keressük most a magyarázatot. Alicent nem egy Cersei és messze nem egy fekete-fehér karakter. A Sárkányok háza első etapjának utolsó előtti epizódjában a királyné igyekszik a saját kezébe venni az utódlás kérdését, ennek során összetűzésbe keveredik apjával is, szóval az udvaron belüli szövetségesét Larissa Strongot hívja segítségül egy Quentin Tarantino kamerája elé kívánkozó jelenetben. Ám mint az lenni szokott, a segítségnek ára van, ez esetben elég bizarr ára. Miután Viserys utolsó szavait félreértve meggyőződött arról, hogy fia Aegon a jogos trónörökös, Alicent összehívja a zöld tanácsot, ahol megdöbbenve szembesül azzal, hogy Otto Hightower-ék évek óta szervezkednek a háta mögött. Az özvegy királyné azonban ezúttal nem hajlandó mindenben alávetni magát Otto akaratának, egy hajsza kezdődik meg közte és apja között, hogy kitalálja meg először a bujkáló Aegont. Bár Alicent győz, de ez nem sokon múlik, ugyanis Otto a kémhálózat révén könnyebben tud információt gyűjteni, Larissa pedig a sorozat eddigi legbizarrabb jelenetében felajánlja a királynénak, hogy kiiktatja ezt a hálózatot. A királyné a szobájában fogadja Larissa-t, és a beszélgetésük során kimondatlanul végbe megy egy tranzakció, kiderül, hogy a férfinak vélhetően saját sántasága miatt szexuális fétise van, és az információkért cserébe Alicent a lába látványával fizet, amire Larissa-t helyben könnyít is magán. A jelenet azt is szinte egyértelművé teszi, hogy ez a furcsa kapcsolat nem most kezdődött, hiszen Alicent már rutinosan veszi le harisnyáját, és engedi Larissa-t, hogy élvezkedjen a jelenlétében. Az viszont nem világos, hogy pontosan mikor kezdődött a lábfétises játszadozás, de az epizód történései alapján úgy tűnik, mintha Alicentnek eddig nem lett volna vele problémája, most pedig rádöbben, hogy ez is a kihasználás egyik formája. Egy korábbi jelenetben Alicent felkeresi a bezárt Rhaenys hercegnőt, aki a szemébe mondja, hogy sosem volt más, mint játékszer a férfiak hatalmi harcaiban. Ez mélyen érinti Alicentet, aki aztán az apjával való beszélgetéskor is emiatt áll a sarkára, Larissa viszont szüksége van a továbbiakban, így nem tagadhatja meg tőle az ellenszolgáltatást. Persze egyáltalán nem kizárt az sem, hogy Alicentet kezdettől fogva Larissa kényszerítette bele ebbe a helyzetbe, miután meggyilkolta saját apját és testvérét a király nő tudta nélkül, de korrumpálva őt. A Rhaenyssel és Ottoval való eszmecserék tükrében mi mégis arra tippelnénk, hogy Alicent valójában azért viseli rosszul az amúgy szokványosnak tűnő találkozót, mert most döbben rá, hogy ebben a játszmában is ő a szenvedő fél, tehát a karakter jellemének további árnyalása, erősítése volt a jelenet célja. Nektek mi a véleményetek erről a bizarr interakcióról? Írjátok meg a kommentek között, és ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel ránk. Sziasztok!